Hová utazzunk. Ez általában attól függ, mit engedhetünk meg magunknak. Választhatunk úticélt belföldön és külföldön egyaránt. A turisztikai célpont kiválasztása az adott hely jellegzetességei alapján történik. A kiválasztott úticélnak rendelkeznie kell olyan természeti, kulturális, történelmi, gazdasági vagy egyéb jellemzőkkel, amelyek a tartózkodásunkat és pihenésünket hasznosá és intenzívé teszik kulturális látnivaló közé tartoznak a történelmi emlékhelyek, műemlékek, óvárosok, múzeumok, galériák, tudományos intézmények, iskolák, egyetemek, néprajzi jellegzetességek, színházak és koncerttermek. Természeti adottságok közé soroljuk a földrajzi elhelyezkedést, az éghajlatot, az időjárási viszonyokat, a vízrajzi, domborzati jellemzőket és egyéb különleges természeti értékeket. A kulturális tényezők közül a szórakozás különleges vonzerőt jelent. A különböző tematikus fesztiválok, zenei rendezvények, koncertek, táncházak, sportesemények, vidámparkok, kalandparkok, állatkertek, mozik, színházi előadások mind-mind szerepet játszanak a döntésünkben. A település közigazgatási és gazdasági adottságai, a település közigazgatási rangja, ipari vagy kereskedelmi adottságai, illetve a kereskedelmi és szolgáltatási hálózatok lefedettsége nagyban befolyásolják a települések népszerűségét. A tapasztalat azt mutatja, hogy a helyi jellegzetességek látnivalók jelentik a legnagyobb vonzerőt. Az idegenforgalmi célpontok a leggyakrabban szezonális üdülőhelyek, gyógyturisztikai célpontok, vagy ritkábban nemzeti parkok, természetvédelmi területek. A turisztikai destinációk az igen pici helyektől a legnagyobbakig terjednek, azaz célpontok lehetnek a falusi vendéglátás helyszínei, kis és középméretű városok és a metropoliszok, azaz a világvárosok is a turisztikai régiók közül azok a területek, amelyek valamilyen szempontból különleges ellenvonásokkal rendelkeznek, illetve alkalmasak turisták nagy számban történő fogadására. Ha időszakok szerint csoportosítunk, akkor nyári, illetve téli turizmusról beszélhetünk. A helyszín jellemzői alapján a turizmusban fő és szezon különböztetünk meg. A tengerpart mellett a nyár, a síparadicsomoknál pedig a téla a főszezon. Többféle szállástípust különböztetünk meg, úgy mint szállodát, motelt, vendégházat, apartman szállodát, kempingeket, stb. A szálláshelyeket a minőség alapján csillagokkal osztályozzuk. Milyen közlekedési eszközt választunk? Ez attól függ, hogyan szeretünk utazni, milyen távolra megyünk, mi az utazásunk célja, és mennyi ideig tart az utazás. Összefoglalva. Ha már megvan az okunk, hogy miért utazzunk, megvan, hogy kivel és hogyan, akkor már csak egy dolgunk van, hogy az utazáshoz kellemes időtöltést kívánjunk.